Szervusztok, kedves hallgatóink! Ez a podcast a 101-es szobából 58.-59. adása. Itt vagyunk most megint Surányban. Hát ketten maradtunk Zsuzsával. Elestek a többiek a harcokban. Valaki igazoltan van távol, ez a Zoli. Így van, valaki pedig igazolatlanul, ez a Digi, aki egyszerűen elfelejtette ezt az eseményt. Pedig még a naptárába is küldtünk értesítőt. De úgy voltunk vele, hogy akkor ketten beszélgetünk ezekről a témák, amik fölmerültek. Az első téma az, hát én a Tisza párt felemelkedését... És? Nem, felemelkedéséről van szó. Hát, hogy tényleg lőtávolban van most már a Fidesz, és nekem, én onnan indítanám ezt a gondolatot, hogy azért most már elég régóta csináljuk ezt a podcastot. Sokszor beszéltünk arról, hogy mi lehet a technikája annak, hogy le lehessen győzni a Fideszt. És volt arról szó, hogy jó, akkor koordináltan, vagy összefogva, vagy közös lista, és arról már pedzegettük, hogy a világtörténelemben rengetegszer van az, hogy valaki kinövekedi. Tehát nem fog össze, kinövekedi, de hát nem nagyon tud, én nem tudtam ezt elképzelni, hogy ez előfordulhat, főleg nem egy ilyen Magyar Péter típusú emberrel. És ilyen is tök összerű felemelkedése látunk még igazából Magyarországon, nem? Sem, hát Magyarországon nem láttunk, de azért a világban sem túl gyakori ez. Én hirtelen nem is tudok ilyet mondani, hogy volt-e ilyen. Mondjuk február végén tűnt föl egy-két ilyen podcast interjúba, YouTube interjúba, és júniusban nem tudom, kapott mennyit, 27 vagy 29? Nagyon, igen. Csak sokat. És most már ilyen 3-4-5%-ra közelítette meg a Fideszt. Tehát itt tartunk egy bő fél évvel később. Valószínűleg ezt azért Magyar Péter se látta jönni. Tehát nem hiszem, hogy neki ez megfordult a fejébe, hogy ezt eléri akármennyire is ambíciózus. Nekem több barátom van, aki szerint a CIA van mögötte. A CIA? Aha. Nem az oroszok? Nem. Kifejezetten a CIA-t mondják. És hogy ez terjed. Hogyan segíti a CIA Magyar Péter felemelkedését? Mert ő akármennyire is tetszik nekünk, vagy nem tetszik, egy nagyon karizmatikus ember, tehát hogy már többször volt arról szó, hogy Orbán Viktorra hajaz fiatal korában. De emlékszel, hogy a Fekete Győrre is ezt mondták, hogy az is a fiatal Orbán Viktor. Mindenki, aki fiatal és karizmatikus és szakál, vagy nincs elhízva, akkor az Orbán Viktor 1989-ből. Oké. Okay. Szóval, hogy én ebben azt gondolom, hogy az van, hogy mindenki egy megváltót vár. Annyira a tökük tele van a rendszerrel, hogy bárki jön, aki egy kicsit is más, mint ez az óbaloldal, és nem a kutyapárt, akiket ugye nem veszünk komolyan, mert a kutyapárt, legalábbis sokan, azokban ő megjelent, mint Jézus Krisztus a hegyen. Igen, de mi a különbség mondjuk ő között és a Márki-Zay között, mert a Márki-Zayra is így tekintettek sokan. De Márki-Zay mennyire karizmatikus egyéniség? Hát nekem nem volt az, de sokan elhitték őt is. Sokan elhitték, de nem elegen? Hát nem elegen. Tehát én azt gondolom, hogy a Magyar Péter, amit tud, iszonyatosan ambiciózus, hajlandó belerakni egy csomó munkát ebbe a pártépítésbe, bár ez számomra kérdés, hogy ez mennyire párt és mennyire van mensó. Még mindig van mensó, de nyilván most már meg fognak jelenni más arcok is mellette. Legyen így, és nem ezt láttam egyébként a fővárosnak, de a bővüléséről beszéljünk hát majd. Már bevágtak embereket ott, tehát már láttuk, hogy ott vannak mások is, mint Magyar Péter. Igen, de csináltak bármilyet is. Nem, de már vágóképeket láttunk. Ja, értem. Tehát így kezdődik, hogy először a vágóképek, utána a statiszta szerep, és akkor oké, ezt nem tudtam. Szóval, hogy építi magát, baromi ügyesen csinálja, szervezi a tüntetéseket, egyébként még mindig nem lehet tudni, hogy milyen pénzből. Hát ezért mondják azt, hogy túlságosan megtervezett az egész, nagyon sok pénzt költenek, és van túl jó a kommunikációja. Én ezekben azért csak mérsékelten hiszek, tehát például az... Emiatt állna mögött igen, a CIA? Ezt mondják. Szerintem a CIA nem így dolgozna, hogy fölépít valakit. Én nem tudom ezt elképzelni, én de se. Mondjuk semmilyen... Tehát, jó, de te nem szoktál hinni az összeesküvés elméletekben, nem? Úgy általában. Általában azt hiszem nem szoktam hinni az összeesküvés elméletekben, és közben a macska megpróbálja a száraz eledelt megenni az acskóban. Nekem nem világos, hogy éppen bucózik a száraz eledelbe, vagy pedig megpróbálja kinyitni. Nem tudom, de fun fact, hogy természetesen amikor ki van neki rakva, akkor nem eszi meg ugyanazt a száraz eledelt, úgyhogy most kirakom. A száraz eledelt vagy a macskát?
valamelyiket a kettő közül, hogy ne legyen együtt. Kedves hallgatóink, a fekete macskát raktak ki a Zsuzsán, és nem a kaját. Tehát én ezzel röhögök, én nem hiszek ebbe, szerintem se így dolgozik a CIA. Az biztos, hogy voltak erőforrásai viszont, amit ő használt, megmobilizált. Tehát Istenem, ha én is 10 évig húzok havi, nem tudom, 5-10 millió forint jövedelmet, akkor lehet, hogy én is beletolok abból valamennyit egy következő projektbe. Te abban mennyire hiszel, hogy vannak olyan fideszesek, akik őt támogatják pénzzel például? Vagy... Ezt nem tudom, el tudom képzelni. Ilyeneket el tudok képzelni. Van egy maga, aki már nem tud azonosulni ebben a Rogáni-Orbáni vonallal, és inkább... Én simán el tudom képzelni. Az biztos, hogy kommunikáció nyilván van, tehát érted, nekem is vannak még fideszes ismerőseim is. Nem szoktam őket fölhívni ügyekkel, vagy de ha nagyon akarnám, elkezdhetném őket fölhívni, csak nincs. Vagy szóval nincs miért fölhívnom őket. Szóval, hogy persze, hát az emberek tartják egymással a kapcsolatot. Szóval az persze, biztos, de azt, hogy tartod a kapcsolatot, hogy meg pénz... hogy infót szerzel, vagy azt, hogy pénzt, az... Én el tudom képzelni még akár azt is. Mert hogy ezek tényleg több 10 milliós forintos projektek voltak, amiket csinált. Nekem az a megdöbbentő, hogy egyébként nagyon ügyesen másolja a hatházi ötleteit. Tehát, hogy ilyen copycatként csap le a lehetőségekre, és kiszemezgeti magának a legpopulárisabb dolgokat. Ennél szerintem egy kicsit rosszabb a helyzet, meg ha más értelemben jobb. Szóval ő igazából nyilván újat nem mond. Ugyanezt mondták a korábban az elmúlt 10-12, akár 14 évben is más ellenzéki szereplő, csak azoknak nem hitték el. Amikor korábbi adásokban is rendre elemeztük, hogy éppen milyen a magyar ellenzéki politika, hát soha nem azt mondtuk, hogy nincs igazuk az ellenzéknek, hanem azt, hogy hát valami miatt nem hitelesek, valami miatt nem hiszik el, valami miatt nincs mögötte erő, de hogy miért nincs erő, mert nem jön oda a támogatás. Egy dolgot viszont mindenképpen jobban csinál szerintem a Magyar Péter, és én nem értem, hogy ezt miért neki kellett kitalálnia, ez tök egyértelmű. Az óbal oldal, akkor nevezzük így, most már oda tartozik a Momentum is? Meg szóval tényleg mindenki oda tartozik, nem, aki nem tudom. Magyar Péter? Nem, azért ezt nem gondolom. Szerintem a Momentum az nem óbal oldal, de ez az én szubjektív véleményem, tehát nem tudom, hogy mit mondaná erre egy mondjuk politikai jellemző vagy újságíró. Na minden esetre ezek a régebb óta a pástól lévő pártok, akkor fogalmazunk ki, remélem Új Péter majd meg fog ezért az ilyen zsurnalizmusért engem dicsérni, hogy ők úgy dolgoznak, hogy hétfő, meg kedd, meg szerda reggel ott van a kommunikációs gyors meeting, ez negyed óra, 5 perc vagy fél óra, megnézik, hogy előző nap az újságok miket írtak, és akkor arra a szerintük 2-3 legfontosabb témára kiadnak egy sajtóközleményt, és 11 óra 30-ra meg egy online sajtótájékoztatót szerveznek. Esetleg oda mennek a parlamentre. De körülbelül ez. És témáról témára ugrálnak. A Magyar Péter nem ezt csinálta, ő azt csinálta, hogy oké, vasút, vagy egészségügy, és hetekig ráharapott, mint egy ilyen vadászkutya, és nem eresztette el az állkapcsából. És ez nagyon más, mert egy idő után átütötte ez az adott téma az inger küszöböt. Nem szabad a vadászkutyának ráharapni a húsra. Akkor a bulldog. Akkor a bulldog, mint a bulldog, Magyar Péter a bulldog. Szóval, hogy és ez nagyon más, és de ezt, tehát ezt is egyébként politikai elemzők 10 éve mondják az ellenzéknek, hogy nem jó az, hogy napról napra ugrálnak és nem visznek végig ügyeket. Tehát, hogy ebben egyébként semmi újdonság nincs, csak ő végre profin csinálja. Na jó, de például a kutyapárt is vitt korábban kórházba szappant, nem? Meg WC-papírt. Okay. Nem igazán volt hírértéke, most Magyar Péter csinálja ugyanezt, és így felrobban az internet, hogy milyen fantasztikus teljesítmény. Hát ez az, ami az, hogy hatházi már egy csomó mindent kitúrt, meg az más ellenzéki, akár árnyék kormányminiszterek is próbáltak fölkarolni ügyeket, ugyanazokat, ha Magyar Péter fölkarolja, akkor működik. Hát ez az, hogy hol éreznek a választók erőt, hol van húzás. Tehát Momentumban nincs húzás most már. Bármit csinálnak, nem lenne húzás. Tök mindegy, hogy egyébként igazuk van egy adott témában. Ha Magyar Péter Karcsai Dániel ügyét tolta volna, nyilván más lett volna a hatása, mint hogy most csak a Momentum tolta az eutanázia ügyét. Ez szerintem ez az a faktor, ami kiszámíthatatlan, hogy ki mögött lesz, meg ki mögött nem lesz. Azt láttuk az elmúlt 8-10 évben, hogy senki mögött nincsen. Hiába. Hát ez a fajta húzás, hogy nincs mögöttük az ellenzéki szereplők mögött. Márki Zaj mögött egy picit volt, tényleg egy pár hétig. Szerintem volt egy
pillanat, amikor az emberek úgy érezték, igen, hogy ebből lehet valami, és amikor látták, hogy hova fut ki, meg miket mond, akkor elengedték. Uh-huh. De hogy tényleg a Magyar Péter jelenségben az van szerintem, hogy egy ilyen fiatal, egyesek szerint jóképűnek mondott ember, aki ráadásul ugye minden az ütőkártya szokott lenni a hivatkozások, hogy jól ismeri a Fidesz belső ügyeit, meg a működését, ugye hirtelen jó útra tér és öntudatra ébred. A legkisebb királyfi, nem? Vagy legkisebb... Igen, vezekel, könnyek között a partizánba szinte. De vezekelt Magyar Péter? Én pont azt látom, hogy egyáltalán nem vezekelt. Tehát akkor, amikor az átlátszó kitúrja a Diákhitel központnak a szerződéseit, én azt látom, hogy durvábban visszatámad, és semmi vezeklés nincs benne. Hát, mert nagyon rossz lenne elismerni, hogy ő is ennyire részt vett a rendszer működtetésében. Mert nyilván Magyar Péter túlárazva vásárolt meg dolgokat, az nem azért történt, vagy nem feltétlenül azért, nem tudom, hogy a saját zsebét gazdagítsa, hanem meg volt neki mondva, hogy ezt kell csinálnia, és ő végrehajtotta a parancsot. Majd amikor eltávolították, akkor megjött ez az öntudatra ébredés. Nevezzük így. Nem tudom, hogy mennyire távolították el, mert ő akár maradt volna is, nem? Szóval ő benne tényleg én egy őszinte fülháborodást éreztem akkor, amikor a Varga Judit, tehát a volt feleségé, ugye a Fidesz, hát finoman fogalmazok, elengedte. Tehát én nem tudom, hogy mennyiben őt... Na, én a Magyar Péterre gondoltam, hogy a Magyar igen. A Diákhitel központ. Ja, hogy onnan, amikor onnan lehet... Ja. Igen, tehát hogy amikor ő nem, szerintem nem, őszentából állt fel és mondta azt, hogy most... Na, ezt nem tudjuk, ezt már tudjuk? Vagy szóval ezt valaki már... Vagy az átlátszónak lehet, hogy ezt még ennek is utána kéne menni, nem? De hát az igen, lehet, hogy utána kéne menni, ez nehéz. De én úgy emlékszem, ez nem volt, nem ez volt a történet, mert hogy ott elő is kerültek mindenféle papírok, hogy milyen bizottságokból rúgdosták ki, meg bordokból. Össze kellene most raknunk gyorsan a timeline-t, hogy mikor lett kegyveszett, mikor lett a valamit. Nem tudom. De nekem ez az egész, ahogy ő ezt kezeli, nekem ez trumpizmusnak tűnik. Tehát ez nem szimpla populizmus, hanem ha engem támad, ez úgy... Ha támadják a kisvasutat, akkor meg kell szabítani Bicskék. Tehát, hogyha támadják Magyar Pétert, akkor durábban visszatámadok az újságírókat, meg az átlátszót, meg akkor általában egyébként nem igazán, nagyon finoman fogalmazok, nem igazán kedvelt Hont András fogom támadni személyében és becsületében, tehát, hogy meg az átlátszót, mint rogáni propaganda eszköz fogom támadni. Tehát ez nem populizmus, ez a trumpizmus, szerintem. Ez egyébként orbánista kommunikáció csak pepitába. Abszolút, tehát köpködjük meg azt, aki írta, vagy aki mondta, vagy akiről szó van, tehát hogy csináljunk minél nagyobb palávert, és verjük vissza. Egyébként visszatérve arra, hogyha nem a Hont András jegyezte volna félig ezt a cikket. Félig, mert a Katus Eszter volt a másik, én emlékszem, hangozzon az ő neve. Abszolút, tehát hogy nem Hont András írta ezt a cikket egyedül, sőt, de nem lehet, hogy a Katus Eszter kezét is Hont András fogta? Akinek a kezét a Rogán Antal fogta? Hú, ez már nagyon meta, nem tudom, hogy ki fogta kinek a kezét és hol, de minden esetre azt gondolom, hogy ez a maga az információ egy baromi fontos dolog, és attól, hogy az emberek egyébként, az emberek egy része Hont Andrást finoman szólva se szereti, elment abba az irányba, hogy ez az egész nem igaz, és az egészet a... nem tudom, a Fidesz Rogán becsöngetett az átlátszó irodájába, és személyesen hozta oda a jelentést. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit így, ez a része félre van a dolgoknak csúszva. Tehát, hogy a tényeket kell nézni, meg az információkat, nem azt, hogy ki írja a cikket. És hogyha mondjuk más írta volna, akiről nem tudják, hogy kicsoda, vagy nem forog közszájon a neve, és nem megmondó emberként funkcionál, akkor valószínűleg egyébként egy csomó szempontból más lett volna a kicsengése. Mert akkor Magyar Péter egyébként kitámad be, így pupálkoznak itt ezek a pasik ilyen faszméregetés vonalon szerintem, de... Az átlátszót ugyanúgy megtámadta volna, hogy beszólt volna, csak nyilván nem az újságíró személyét nem támadta volna. Ráadásul ez a fanatizmus, ezt láttuk már a Jobbiknak a 2010 előtti, 2010 utáni követőinél, láttuk a DK-nál nagyon erősen ezeket a, hát nagyon sztereotipizálók, de a nyugdíjas DK-sok, akik nekiállnak védeni Ferit a Facebook kommentmezőkben. A Márki Zajnál én ezt
tapasztaltam 2021 év végén, 2022 év elején, hogy aki egyre több Márki-Zay péterizmus merte kritizálni az online térbe, azt lehorták a sárga földig 2022 év elején, és ugyanezt a fanatizmus nyilván az Orbánnál megvan, meg az egész Fidesz rendszernél, és ugyanez a vakhit van a Magyar Péternél is. Mármint nem nála, hanem az ő követőinél, de hogy így teljesen olyan fura, hogy itt tényleg ilyen szekértáborok, ilyen törzsek, ilyen hitvilágok, ez igazából vallás, hogy én akkor most Orbánba hiszek, vagy Magyar Péterbe, vagy a Ferinkben hiszek, tehát hogy nem tudom, Kovács Gergelyben nincs a Gergőnek ilyen fanatikus tábora? A 12. kerület mindenképp úgy tűnik számomra, de amúgy nem tehát, hogy lehet, hogy tudod őt a trokoszok. Lehet, igen. Szóval, hogy ez annyira szűk ez a réteg Magyarországon, ahol nincs ez a fanatizmus, annyira szomorú ez, hogy tényleg ez ural le minden, és ez a fanatizmus okozza, hogy azt nézik, hogy ki mondja, nem azt, hogy mit mond. Igen, de pont ezen gondolkoztam közben, hogy ez megvan-e máshol is, hogy ez egy ilyen nagyon magyar sajátosság. Hát nézd meg Trump és Trumpot. Demokratáknál. És a Kamala rajongó hadai. Szerintem a Kamala. Azt látom magad előtt? Azt nem látom magam előtt, de az, hogy anti-Trump, azt igen. Azt látom, szerintem Brazíliában is. Ott van ez, ahol ilyen nagyon súlyosan elmegy populista demagógia irányba. Na, ezzel gondolkoztam, hogy mondjuk az osztrákoknál ugye most az FPÖ győzött, de hogy még sincs ez a fajta megközelítés, meg sztárcsinálás, meg hitrendszer, hanem... Egyszer majd hívjuk el egy ilyen crossover adásra a Gemistet, és akkor beszéljünk ezekről az országokról, mert ők sokkal jobban tudják, hogy mi van itt. De én például azt vélelmezem, hogy mondjuk Szlovákiában simán lehet, hogy ugyanez van. Itt, ott rá is lőttek a majdnem azt mondtam, hogy Mečiar, a Ficóra. Egy kutya egyébként, de mindegy. Szóval, hogy... Ami heves indulatokat feltételez valakinek. Igen, tehát hogy szerintem azért ez nyilván nem magyar sajátosság, de ahol ilyen nagyon súlyos populista irányba megy el, és én Ausztriából is kinézek bármiért. Hát emlékszel Hollandiában, amikor volt a 20 évvel ezelőtt volt az a szélsőjobbos, akit le is lőttek. De Pün, vagy hogy hitták. Igen. Szóval, és az is egy populista, vagy demagóg, vagy tehát szélsőséges politikus volt. Szóval, hogy ahol így nagy indulatok vannak, ott van ez a fanatizmus szerintem a táboroknál. De ezt csak tippelem, nem értek hozzá. Mondom, Gemistesektől kérdezzük meg majd egyszerű, hogy ez van. Beszéljünk erről, hogy mi a helyzet a környékünkön. Közben még én magamon is észreveszem, hogy tudatosan ellent kell tartom annak, hogy ne csábuljak el. Arra gondolok, hogy én 14-ben úgy szavaztam, hogy nem érdekelt, hogy ez nem a legjobb, de meg kéne próbálni legyőzni az Orbánékat. 18... Tehát ellen szavaztál. Igen. Tehát nem a szívemet követtem, hanem a taktikailag jó, okay. Szar, meg büdös, meg izé, de mindegy, akkor így kezdve. Lehúzzuk az X-et, igen. 18-ban ugye tudtuk, hogy nem lesz itt kormányváltás, de akkor is némi nemű taktikával, de nyilván az ember, tehát én mondjuk akkor nem a két farkút húztam be, holott simán beúszhattam volna a 18-ban, mert igazából utólag tekintve jobban hasznosult volna. Igen. De jobban hasznosult volna, mert arra szavaztam, ami az 1%-ot sem ért el. 2022-ben minden porcikám tiltakozott Márki-Zay Péter ellen, és lám, én leszavaztam Márki-Zay Péterrel. És utána vagy aznap éjjel, vagy másnap döntöttem, hogy soha büdös életben többet nem fogok úgy szavazni, hogy jó a legkisebb rossz, de legalább győzzük le Orbánt. Egyszerűen nem vagyok hajlandó Magyar Péterre szavazni majd másfél év múlva, de hétről hétre azért eszembe jut, hogy de azért még egy legrosszabb Magyar Péter is jobb, mint egy nagyon jó Orbán Viktor, de nem, tehát hogy tényleg egy abuzív csávót, aki abuzálja az országot, leváltod egy másik abuzívra, hát én ebben nem, én most már ehhez öreg vagyok. Tehát, hogy én nem akarok utána 20 évig Magyar Péter ellenzékiskedni. És Magyar Péterről írok majd cikkeket, hogy mi mindent csinálunk. Az egyébként biztos, tehát ebben szerintem eléggé biztos lehet. Legalább lesz munka továbbra is. Azt érzem magamon, hogy még engem is megkörnyékez ez a gondolat, hogy de lehet, hogy most le lehetne győzni. Nem lehet, hogy most le lehet majd 26-ban? Hiszen tényleg lőtávolon belül van, és kinövekedte. És nem kell a szar Gyurcsány, elnézést, nem kell a Miferinkre szavazni.
Figyelj, van azért addig még 2 év, akkor nagyon sok minden, tehát 2 év alatt nagyon sok minden. Ha ilyen tempóval halad Magyar Péter, akkor bármi is történhet a következő 2 év. Én ebben nem hiszek, Plotár Mória van. Nem arra gondoltam, hogy ez maradni fog. Kormányváltás lesz, hanem arra, hogy nem tudjuk, hogy eltűnik-e. Én ebben nem hiszek, szerintem Plotár Mória van. Mondd el azoknak, akik nem értik a Plotár Mória kifejezést. Képzeld el, hogy ez már az, amit én is... Amit te se értesz, csak használod. De értem, tehát ez szemtőgépes játékból jön szerintem, de ez csak tippelem, amikor a te karakterednek, nem tudom, a Diablóval, vagy ilyen játékokban, hogy egy olyan pajzsa, meg páncélja van, hogy akármilyen démonok jönnek ellene, vagy akármilyen a Doomban, a nem tudom mik jönnek ellene, akkor is az lepattal róla minden. Én azt tippelem, hogy a szükemet politikatudományba, és én nagyon vicces macskakörmöket mutogatok itt, szóval, hogy onnan jön ez a Plotár Mória kifejezés. Tehát, hogy semmi nem fogja. Bármi történik, nem fogja. Nem fogja a golyó. De nem olyan, erről már beszéltünk, mint egy rockstar, tehát aki lemegy a csajokhoz a... Bármit csinálhat. Kérbe, vagy hova, és akkor ott a 18 éves lányok körül zsongják, mint egy... Nem számít. Bedobhatja a Dunában a mobiltelefon, nem számít. Jönnek a volt... feleségek, szeretők, élettársak, csajok, mondanak rá át meg B-t. Ugye nyilván a Magyarország egyik fele nem hiszi el, mert Rogán, a másik fele azért hiszi el, mert Rogán. Nem hiszek el minden, de tehát én nem gondolnám, hogy random emberek iszonyú jó színészek lennének. Lásd az Evelyn nevű hölgy. Na mindegy, tehát hogy ez biztos, nekem eléggé biztos, hogy abúzi vagy csávó. Akinek a testvére, a Fogel Soma, most már ezt is megtudtam, aki az olimpián hatalmasat védett azt a vízilabdába, és hogy így nagyon jó hírű vízilabdás. Ez nem jelent semmit egyébként. Nem tesz hozzá, és nem mondja. Igen. Minden esetre az tény, hogy nem verték meg Magyar Pétert a vízilabdás fiúk. Az is lehetett volna egy kimenet, és mennyivel jobb lett volna, mint egy ilyen hírtévés nagy interjú. Szóval szerintem nem fog rajta semmi, és nem is fog. Szerintem 26-ig ez bőven kitart. Ha akkor bukik, én továbbra is egy erős kéthagadott vizionálok a Fidesznek továbbra is. Tehát, hogy figyelj, úgy van a rendszer összerakva, hogy mindig kijöjjön belőle a végén a kétharmad, addig fognak majd még csűrni, csavarni a szabályokon. A következő 2 évben nem kerülhetnek elő olyan sztorik, amik megrengetik ezt a... De igen, de akkor majd hoznak határon túli választókerületeket, majd leviszik 5%-ról 3%-ra a bejutási küszöböt, majd átrajzolják még egy kicsit a választókerületeket. És tehát, hogy... Ausztrália és Amerika is úgy szavazza. Igen. Tehát, hogy a rendszer úgy van, nem tudom a magyar kifejezést erre, rigged. Tehát amikor így megvan svindlizve a rendszer. Igen. Úgy van a rendszer összerakva, hogy a végén mindig kétharmada legyen a Fidesznek. Szóval én egyre még nem látom azt azokat, ami miatt ne lenne majd kétharmada a Fidesznek, és igen, a legnagyobb frakció ott lesz a Tisza, amit ellenzéki pár, és mindenki más kihullik, vagy hogyha 3%-ra leviszik, akkor direkt ez jó, mert akkor csak be lehet juttatni még Gyurcsány, meg ezt aztam azt. De most hogy jutottam el idáig? Arra, hogy kitart ez a lendület, hogy, és hogyha bukik, mármint hogy a Magyar Péter nem hozza a messiástól elvárt szerepet, mi szerint a messiásnak, úgyhogy győzni kell. Abszolút. Vagy de lehet, hogy harmadnapra támad csak fel. Igen, szóval, hogy akkor utána fog ugyanúgy eltűnni, mint hogy Márki-Zay Péter is, hát most már igazából nevetünk rajta. Nekem egy ilyen kedves gesztus, hogy csád, ennyi. Nekem Márki-Zay Péter ennyi, és röhögök. Tehát, hogy ez a 1,5%-os párt. És hát látjuk, Vonag Gábornak sem sikerült úgy pozícionálni magát, nyilván nem is fogja tudni. Figyelj, legyen úgy, hogy az én szavazatom nélkül sikerül legyőzni ők. Én megígérem most, hogy nem fogom azt mondani, hogy én is rájuk szavaztam, és megyek majd kilincselni pozíciókért. Tehát ezt megígérem. Nem tudom elképzelni azt a helyzetet, hogy ilyet bevállalnál, de hát ugye, az élet. Nem, nekem bennem még az fogalmazódott meg egyébként, hogy vannak-e még történetek a Fidesz kezében, amiket meg fognak osztani. De szerintem nem jöttek volna már ki vele? Értem. Lehet, hogy megfelelő pillanatra várnak, nem tudom. Tehát én azért nagyon szívesen megnéznék most egy ilyen értekezletet a Rogánnal, hogy Magyar Péter számait látva ő hogyan reagál és milyen döntéseket hoz. Hát némi fogalmunk lehet, hogy néz ki egy ilyen értekezlet, mert van 2 olyan ügy, aminél azért látszódik a Fidesz mozgása. Az egyik Óbuda, mert ezt röviden le tudjuk zárni szerintem, hogy ott nagyon történt a polgármester, és röviden bezárták, és így lezárták a sztorit. Szóval, hogy ott például
tök evidens lenne, hogy a Fidesz új választást kellene, hogy követeljen, és nem tudom, tüntessenek. Ez nem tudom, egy csomó eszközük lenne szerintem arra, vagy akár használnák a Revolver médiát. És egy ilyen lagymatag heti egy YouTube videó a Magyar Nemzet YouTube csatornáján, ahol ugyanazokat a régi bejátszásokat bejátszák a Kis Lászlóval, amikor még nem volt előzetesbe, és utána elmondja a kamerába az a, tudod, van az a göndörhajú propaganda és a csávó, hogy akkor éppen mi van Óbudán, tehát ezen túl semmit nem csinálnak. Szóval hogy ebből az látszódik, hogy attól nagyon tartanak, hogy nagyon súlyosan kikapnának a Tiszától egyelőre az ott választáson. Tehát ezért nem. Bevállalják azt, hogy az előzetesből irányítják a kerületet, mint hogy új választást kérjenek. Mint hogy mondjuk 30% alá legyen egy... És utána buknak, mint az állam. Igen, tehát ugye, mert nagyon látványos lenne, és szerintem ugyanez van Budapesten is. Mert mondtad, hogy beszéljünk egy kicsit Budapestről. Hát én a fővárosi közgyűlésre gondoltam, mert hogy ugye most volt az első ülésük. Igen, igen, alakulőülés volt. Alakulőülés volt, ami meglehetősen feszült volt, én néztem egyébként. Hadd szóljak közbe, bocsánat. Kovács Gergő azért nem volt jelen, mert beteg lett. Csak mindenféle összeesküvés elemetek terjengenek igen, a nyomorult Facebookon. És mik voltak a... Megvette őt a Fidesz? Hát ilyenek, igen, meg hogy már ezt ő se akarta bevállalni, ezt a bénasságot, meg nem tudom, mindenféle okos megfejtések jöttek. Értem. De szerintem az talán ez is hangzott, ott nem teljes egészében láttam. Na mindegy, tehát hogy nagyon feszült volt, és nagyon érdekes volt figyelni, hogy hogy működnek az egyes pártok együtt, vagy nem együtt, és hogy mennyire egyébként a Tisza mennyire passzív volt ebbe az egész történetbe. Passzív, de az nem akadályozta meg őket, hogy kiheréljék a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak az értelmes előterjesztéseit. Nyilván. És hogy, mert hogy ugye ott most egy olyan helyzet van, aztán te jobban el tudod mondani a fővárosban, hogy milyen a helyzet a fővárosban, hogy vannak összerakva, múltkor erről beszélgettünk. Erősen pat helyzet van. A számok valahogy úgy néznek ki, most nagyon fejből, mert nem készültem, de hogy van 10 tiszás, van 10 fideszes, van 3 kutyapártos, van 3 LMP-s, van 3 DK-s, és van, hogy is van, és van 3 párbeszédes, meg a Gergő. A lényeg, hogy 17 szavazat kellene, és ha a Tisza nem fog össze sem a DK-val, tehát a DK embereivel, vagy a párbeszéddel, de nyilván nem fog, én nekem tök evidens, hogy nem fognak össze a Fidesz-szel, de sokan ugye, főleg a DK-s bácsi és néni kommentelők tolták ezt, hogy de majd a, összetartozik, ami összetartozik, sőt, ott helyben, amikor újságírók interjú voltak az alakulés után a politikusokat, ott is már rögtön mondták ezt, hogy összenő, ami összetartozik itt a Tisza, meg a Fidesz összejátszik, meg minden. Jó, tehát nyilván ők nem fognak a többséget alkotni a Fidesz-szel sem, és a Tisza akár összefogna az LMP-vel, meg a kutyapárttal, még az is kevés, mert az csak 16 fő. Tehát, hogy a matek az csak úgy jön ki, hogyha a Tisza hajlandó valamilyen szinten kooperálni, még a párbeszédes képviselőkkel is, meg a Karácsony Gergővel. És ez nem látszódik, ez a kooperáció. Tehát arra zártak. És innentől kezdve, hát gyakorlatilag előterjesztésre kell a Karácsony Gergőnek előtte kitárgyalni, hogy éppen melyik előterjesztésnek hogy lesz meg a többsége. És ez azért érdekes, mert itt azért voltak szavazások már, de nem csak letették az esküt, meg elmondták a nyitó beszédjeiket, meg az üdvözlő beszédjeiket, meg közeledet mondtak a szavazóknak, hanem volt egy-két érdemi előterjesztés, például a már említett kutyapártnak, és ott például a kiherélésben, ott a Tisza, a Fidesz meg az LMP herélte ki a kutyapártnak az előterjesztését. Nem a Karácsony Gergő, nem a párbeszédes képviselők, de még csak nem is a DK. Hát így van a számok, és ebből egyőre nem látszódik az. Tehát a Gergőnek nagyon sokat kell dolgozni, mármint a Karácsonynak is, nem a Kovács Gergőnek. De neki is. Neki is, de ők máshol. Szóval a Karácsony Gergőnek nyilván nagyon sokat kell dolgoznia, hogy hónapról hónapra előteremtse arra a 10-20, nem tudom mennyi van a fővárosnál, e körül lehet minden hónapban az előteresztések szám, hogy így alkalmilag, hogy melyik előteresztésnek hogyan lesz meg a többsége. De ugye mindig egy lutri, hiszen oda mennek reggel ezek az emberek, és hogyha előtte átdobják a váltót mondjuk a Tisza párt, előző nap megbeszélték 10-en, meg a Magyar Péter 11-en, hogy akkor hiába ebbe egyeztek meg a főpolgármesterrel, mi mégse szavazzuk meg, és sőt, benyújtunk módosítókat, akkor tulajdonképpen
kiszámíthatatlaná válik, hogy hogyan döntenek a képviselők ott helybe. És ez ettől még másnap elviszik a szemetet, tehát Budapest nem fog összedőlni, de egy picit kiszámíthatatlanabb lesz az egész, plusz ilyen veszekedő feeling lesz, ami viszont nem segít, tehát ami az csak az Orbánnak jó, meg a Fidesznek jó, ez a veszekedő feeling, hiszen látjátok, kedves szavazók, ezekre akarjátok az országot bízni, akik egyébként Budapestet se tudják normálisan mederbe tartani? És egyébként is, hogy romlik le Budapest minden szempontból, mióta karácsony ott van, aki még rendet se tud tenni a saját istálójával. Így van. Ez a Fidesznek jó lesz, és mindenki másnak szerintem rossz. Kutyapárt például jól jöhet ki belőle, hogyha továbbra is... Tehát, hogy az látszik, hogy a legnormálisabb, és én most nem hazabeszélek, tényleg az látszik, hogy a legnormálisabb alakulat az összes közül. De tényleg felnőtt emberek felnőtt döntéseket hoznak, és felnőtt felelősséget viselnek. Tehát a vízpárt leveti a bohócorot, és mostantól... Hát nyilván ez a dilemma előttük, hogy a következő másfél évben az országgyűlőség, meg ebben az öt éves ciklusban hogyan lehet a kettőt összehangolni. Én szerintem össze lehet, szerintem ez nem kérdés, de hát igen, hát egyszerre kell könnyednek, kellemesnek, humorosnak lenni, és egyébként a döntéseinkben meg konzekvensnek, normálisnak, átlagembernek lenni, és szerintem ez a kettő, ez nem zárja ki egymást, tehát hogy szerintem ez megugorható, mert azt látjuk, hogy ezek a tiszások, meg fideszesek, ez nem átlagemberként vannak ott, hanem ilyen, hát politikusok lettek pillanatokon belül. Tehát ezt kell nem elveszíteni a kutyapártnak, hogy ne politikusok legyenek ott. Egyébként képzeld el a Partizán ügyében, az is szóba került, hogy azért van a Suzi elítélve, vagy megszólva, mert nincsen kifestve. És az ember nem megy egy ilyen gyűlésre úgy, hogy nem csak megy. Fedetlen arccal, ezek szerint. Hát, nem? Hogy nem tudom, hogy ezt hogy fogja elintézni. Szóval hát, hogy egészen megdöbbentő, hogy egyébként milyen problémáik vannak embereknek, más emberekkel. De ettől még azt gondolom, hogy Karácsony Gergely nincs könnyű helyzetben, hogyha ha át akarja vinni azokat a dolgokat, amiket eltervezett, mert hogy nem tudom, hogy ezt mindenféle alkuk meg megbeszélések nélkül, hogy lehet lehozni, legalább döntetlen. Abban igaza van a Vitézi Dávidnak, hogy én nem értem az elmúlt három hónapban a Karácsony Gergely, miért nem próbált meg mindent megtenni annak érdekében, hogy október, nem tudom, harmadikán, vagy mikor volt az alakuló ülés, hogy az úgy rendben megtörténjen, legyenek meg a megegyezések, azt is lehetett volna, hogy ő dolgozik ezen, ezt mutatja kifelé, és nem sikerül, de akkor nem az ő, tehát a blame game-et nem ő veszíti el. Most nyilván a Vitézi tolja rá a Karácsonyra a felelősséget, hogy hát ők itt voltak egész nyáron, a Karácsony Gergely felelősségette a telefont. Szóval én sem értem, hogy miért nem ment elé ennek a problémának, de ugyanez ezt már nem folytatottja. Tehát, hogy a novemberi testületi ülésre, vagy hát ott, bocsánat, ott fővárosi közgyűlés van, nem testületi ülés. Szóval a közgyűlésre nem mehet ugyanígy. Tehát, hogy akkor egy hét múlva már nagyjából látnia kell ott bent házon belül, mi az a 10-15 téma, amivel a novemberi közgyűlésre mennek, és azonnal el kell kezdeni ezeket egyeztetni, hát nem frakciókkal, akkor egyesével. Tehát, hogy össze kell rakni egy többséget ahhoz. Kuka probléma, vaddisznó herélés. Ez mi ez a vaddisznó, és ezt te követted? Én csak onnan tudom, hogy a 444-nek a podcastjában... De én is csak onnan ott röhögtem, tehát én ennyit tudok. Jó, de ez így nagyon, mert a kedves hallgatóink az van, hogy a Zsuzsa is hallgatja a szombaton kijövő 444-es heti podcastot, ahol sokat röhögcsétek ezen az UP, meg a Winkler, meg a Bede, de nem, ennél többet akkor nem tudunk, hogy mi ez. Általában az volt, hogy ha Magyar Péter ki akarja heréltetni a vatkanukat, hogy ne jöjjön ebbe Budapestről terén, terén, nekem ennyi jött le. Hát tök csökkenjen gondolom az állomány. Ez egy first world problém. Igen, szegény budaiak 12. kerületi otthonukban ne kelljen a kerítést állva javítatni a kertésszel, vagy nem tudom. Ez egyébként, ez szerintem nem fővárosi sztori, hanem ez kerületi. Micsoda? Az, hogy mi van a vatkanokkal. Szentendrén, a Szentendrei önkormányzat felelős azért, hogy a vadállomány, ha bejön a Szentendrei önkormányzat területére, van egy vadász, aki le van szerződve a várossal, meg van határozva, hogy mikor lőhet, milyen feltételekkel, hány mi órától hány óráig, tehát ez tökre, és ő, tehát hogy nem a megye, hanem a helyi önkormányzat. Budapest tekintetében nem a 12. kerület a felelős ugyanebben a témában? Tehát miért? Szerintem na, a Magyar Péternek... Kovács Gergő szerintem a Kovács Gergőjéknek lesz ez a problémája, és a Magyar Péternek oda kéne címeznie, nem? Ezt a nyilat. Gergő ott fog állni egy fegyvere a szürkületben is.
próbálja meglőni a kandisznókat, amiket felismer a heréjükről, hogy utána bebódítva gyorsan megoperálják őket. Hú, izgalmas, erős kép. Lesz. Szóval sajnos csak ennyit tudok róla, hogy Magyar Péter hol lobbizott ezért, és miért érezte úgy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amiért neki fel kell szólalni, azt nem tudom, bevallom őszintén. De látod, nem számít. Plot armorja van. Nem számít, hogy hülyeségekkel foglalkozik. Nem számít, hogy milyen ügyei vannak. Szerinted nincs olyan ügy, ami megrengetné őt? Én nem látok ilyet. Ahogy Orbán se lehet megrengetni, bármit csinálsz. Aha. Ha Orbán élő egyenes adásban palesztin gyerekeket húsdarálóval darálna le, az se számítana. Ugyanott maradna, sőt, egy kicsit növekedne a népszerűsége. Tudom, mit mondani, ezt bárki, ez nagyon basztó. Na, mi a következő téma? Én hoztam kis témát. Te hoztál kis témát egyébként? Nem hoztam, egy refutálást hoztam. Jó, én hoztam kis témát, és szerintem erre te hívtad fel a figyelmet, de engem nagyon fölbaszott, és lemerem fogadni, hogy a hallgatóink 100%-a nem tudja, hogy az AVDH meg fog szűnni január 1-ével. Az AVDH, gyorsan elmondom, aki esetleg nem tudná, ez az, hogy te kapsz egy PDF-et, szerződés, nem nyomtatod ki, nem írod alá, nem szkenneled be, majd küldöd vissza e-mailen, aki ő is kinyomtatja, aláírja, lepecsételi, majd visszaszkennel, és akkor így van két olyan példány, amit két fél aláírt, és közben fizikailag nem találkoztak, nem, hanem fogod a PDF-et, fölmész a magyarország.hu-ra, ott belépsz, ugye az ügyfélkapunak hívják ezt, majd azt mondod, hogy AVDH, vagyis hogy egy hitelesítő alkalmazás, föltöltöd a PDF-et és letöltöd 3 másodperccel később a hitelesített, digitálisan aláírt PDF-et, amit elküldesz ennek a partnernek, és akkor ott van, az egy hiteles cucc. Na ez fog megszűnni, nem tudom, 12 óta vagy 11 óta, nem tudom, elég régen, tehát több mint 10 éve működik, szerintem most már elég jól elterjedt, olyannyira bízik, azt mondhatom, hogy mindenki, hogy pártállásról függetlenül, tehát az előválasztás során is az AVDH-t használta az A-hang által vagy kifejlesztett rendszer a szavazásra, az előválasztáson való online szavazásnál. Tehát, hogy az AVDH-ba igazából nincs miért nem bízni. Na, ez meg fog szűnni, és helyette jön a digitális állampolgárság program, DAP, aminek a szeptember 1-én ki kellett volna jönni a rendeletnek, hogy az fogja átvenni a helyét az AVDH-nak, az miről fog szólni, és a DAP-on belül, tehát a digitális állampolgárság programon belül egészen pontosan mi az az alkalmazás, ami az AVDH-t ki fogja váltani. Itt vagyunk októberben, továbbra is érvényben van az a rendelet, hogy december 31-ével megszűnik az AVDH, cserébe viszont semmit nem tudunk még a DAP-ról, ami valami mobil alkalmazás lesz majd, amiről semmit nem hallani. Na, én annyit tudok ezt hozzátenni, hogy nekem felajánlották mentem a kormányablakba, mint útlevelet hosszabbítani, vagy valami ilyesmit, és mondták, hogy digitális állampolgárság érdekli. Ó, mondom, hogy ne érdekelni, én nagyon haladok a korra. Mondták, hogy akkor töltsem le. Eleve nem értem, hogyha digitális állampolgárságnak hívják, akkor mindjárt megpróbálom megkeresni, hogy van ez. Miért ID az applikációnak a neve? Ifjúsági demokraták? Hát, de érted, a digitális állampolgárság az DA, vagy... Azért, mert ID, mint Identify. Hát, bal... Tudod, ID, ID number. Hol élünk? Magyarok vagyunk, magyarul beszél. Jó, oké? Okay. Tehát van ez a... Tudod, minek kellene lenni? Az ének kellene, mint azonosító. Van ez a valami, amit a kormányablakba lehet csak valahogy aktiválni, mert lehetne aktiválni az aktivált... Várjál, aktivált személyiden keresztül, ami már csippes, de mivel az a rendszer, ha jól értem, nem működik. De működik, a szeptember 1-től már újat nem lehet igényelni, mert azt is kivezetik. Végre lekapartam, ott van valami PIN kód, amit nem tudom hány éve nem láttam, hogy azt lekapartam, de avval nem működött egyébként, tehát nem tudtam regisztrálni, és annak ellenére, hogy a régi telefonomon regisztrálva voltam, és kormányablakba aktiváltam és mindent megcsináltam. Az új telefonra áttelepítéssel nem csak a belépési kódjaimat kell újra megadnom, hanem újra be kell mennem. Tehát akkor, amikor az emberek tehát hogy le fogják cserélni a telefonjukat, akkor be kell menni kormányablakba, hogyha ezt használják. Igen, mert újra kell regisztrálnom, de azt két módon tehetem meg, vagy kormányablakban, vagy e-személyvel, de e-személyvel nem tudok ezt mondom, az e-személy az kivezetik. Jó, tehát abban nem tudok regisztrálni, tehát marad a kormányablak.
Ami biztos baromira fognak örülni a kormányablak dolgozók, hogy öröngő. És egyébként, hogyha ezt elindítok most már valamit a magyarország.hu-n, azt hiszem, akkor megkérdezi, hogy a DA plusz alkalmazással akarom-e magamat azonosítani, vagy ebben a digitális akármivel, vagy a régi rendszerrel. Szóval, igen, tehát azonosítás az már működik, de ez a bizonyos hitelesítő alkalmazás, az nincs benne a DA-ba. Szóval erről mi nem tudunk semmit? Nem tudom, mert ezt meg akartam neked mutatni. De... értem, csak nem tudod most elmutatni, mert új a telefon. A régi telefonomon addig... De az működik még, a régi telefon az még működik? Hát persze. Összesen, ez nem tudom mi. Na, és tudok erkölcsi bizonyítványt igényelni, igen, rendőrigazoltatás és időpontot foglalni. Ennyi. Ennyi. És nincs benne más a DA-ban. Nincs, az az érdekes. Egyébként azt szeretném nektek elmesélni, hogy papíron vannak gépjárművek nevemen, és egy olyan gépjárműben a nevemen, amit egyébként 12 éve adtam el, és mondom, azóta... De mi az, hogy papíron még a neveden van? Hát itt vannak a járműveim, hogy... Ez az összes korábbi? Igen. Nem sértek nagy titkot, elmondom, az EMG 364 rendszer. Nem, ezt természetesen kifogjuk... Nem kell, mert Afrikába adtam el, úgyhogy már rég Kongó külső rohangál, ha még rohangál, mivel egy 1992-es gépjárműről van szó. Na most azt hiszi... És ezt 12 éve adtad el? Igen, én úgy emlékszem, hogy legalább 12 éve eladtam, és nincs a nevemen, és nem értem, hogy... És más korábbi autóid benne vannak, vagy azok nincsenek benne? Egyetlen autóm, ami benne van, az egyébként lévő autóm. Ja, az sincs benne, az egyébként, tehát amivel most... Igen, tehát aha. Ez van benne. Az fura. Az elég egyébként fura. Egyébként egy olyan autóról beszélünk, amit az van írva, hogy 2012-ig volt műszakia. Tehát, hogy papíron, ez 13 óta van kivonva... Ott látom, január 11-én. Igen, de nem lehet ideiglenesen kivonva 10 éve, mert nem tudom, 3 nem, vagy 5 év után kivonják. Igen, igen, igen. Na, szóval hát ez egy magic, hogy én nem egészen működik minden jól, de egyébként arra jó. Nem, de az biztos, hogy az AVDH-t azt kivonják, mert az az egyetlen az egészből, amit tényleg gyakorlatilag osztatlan elismerős övezi azok igen, között, akik egyéni vállalkozók, céget visznek, e-papíron valamit kikérnek, vagy mit tudom én, tehát aki ügyet intéz, és akarja, hogy minimális hitelesítés legyen, akkor fogja a PDF-et, föltölti, megvan. Na ezt kivezetik december 31-ével. Itt vagyunk október 7-én, nem valaha 8-án, és nincs még hír arról, hogy 2 hónap múlva mi lesz. Az az érdekes egyébként, hogy ideában, hogy nagyon nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy ez egy legit dolog. Tehát, hogy én például a munkáltatómnak mondom, hogy hagy írjam alá digitálisan, hisz miért kéne nekem személyesen bemennem valahova aláírni, amikor... És nagyon nehezen lehet meggyőzni, hogy ezt az ügyvédnél a házeladási szerződést is ebben írtam alá, és senkinek semmilyen problémája persze nem volt. Én szerintem az elmúlt 1-2 évben változott, tehát mármint a jó irányba. De akkor neked még nem ilyenek a tapasztalataid? Vannak jó tapasztalataim, de azt látom inkább, hogy ezek a HR-esek kell küzdeni kell. Tehát inkább a céges, tehát az ügyvédnek oké, a bíróságnak oké, a nem tudom kinek oké, de hogy valamiért úgy érzik, hogy az igazi, hogyha odamész és te aláírod, vagy jön ez a nagyon béna szkennelek, kinyomtatom, aláírom, visszaszkennelek, borzalom. Teljes igazad van, meggyőztél, ellent kell mondjak magamnak, mert hogy pont holnap megyek be egy közalapítványhoz aláírni egy szerződést, mert, és én kérdeztem tőlük, hogy AVDH nem lehet? Nem, ez személyesen kell. Milyen indok? Tehát, hogyha tudsz ingatlant adást venni táv videóhívásban, akkor miért kéne egy ilyet? Nem tudom, ez egy megbízási szerződés, semmi X alkalom, nem tudom, és mégse, tehát hogy így. Oké, jó. Azt mondta, hogy nem, jobb ez így. Azt hiszem, ezt mondta. De valahogy egyébként... De ez volt az érv. Értem. Tehát, hogy ezt bekevezem úgy olyan egyébként, mint hogy csinálják ezeket a nyomorult, csippelt, miket személyigazolványokat. Uh-huh. Adnak mellé egy papírt, amit az emberek valószínűleg már nem nyitnak ki, mert elmondják nekik a kormányablakba, hogy ne foglalkozzanak vele, mert ezt 7 éve nem sikerült a rendszert életre kelteni, és valószínűleg nem is fogják. Miért van az, hogy ezt megcsinálják, ebbe irgalmatlan pénzeket beletolnak, majd soha el nem indul? Tehát, hogy még pilot projekt sincs benne. Nem tudom, viszont ráadásul a DA-ppal azért
már nem vagyok én olyan megengedő, mint mondjuk az AVDH-val megengedő voltam. Tehát, hogy a Depot teljes, a digitális állampolgár része, igen, és a Rogán az, aki felügyel az egészet. Az a terv, már rég mindent tud rólad. És az a terv, hogy ott össze fogják folyatni a különféle adatbázisokat a DAP-ban. És ez nekem nem annyi... Ja, és közben ugye tanulmányútra járnak Kínába. Tehát erről azért születtek cikkek, hogy tanulmányozzák a kínai izét. Na, hogy hova járjanak az oroszokhoz? Vagy mit szere? Az még Izraelbe? Vagy mit jó, mit csak, szeretnék? Csak szóval, hogy nekem ez... Nem, tehát a DAP-ban már nem vagyok annyira biztos, hogy én azt például akarnám. De lehet, hogy nem lesz más választásom, ezt el tudom képzelni. Vagy bemész személyesen és aláírod. Mindig, igen. Mert, nem, meg egy, mert egy nyomorult AVD... Hogy lássák, hogy mit írsz alá. Hát meg egy nyomorult AVD-hát se tudok anélkül használni, hogyha nem jelentkezem be a DAP-ba. Tehát, hogy... És akkor én nem vagyok benne biztos, hogy én azt akarom, hogy... Tudják, hogy mit írsz alá, nem? Mit írok alá? A orvosi adataim, az egyéb személyes adataim, a NAV adataim, szóval ezek mind-mind legyenek egybefolyatva ebben a bizonyos DAP programba, amit Rogán és Köre, meg nem tudom, egy cég az, aki ezt így felügyeli. Micsimacka és barátai. Nagyon jó, akkor a mostani rövid adásunkban így édes keptercskét. Na, lőjél, na muti, na muti! De valószínűleg ki fog koncentrálok. Tenni, mert rég tudod, és itt a biometrikus azonosítás is egy baroms. Az új lenyomat. Én például nagyon tartok attól, hogy a DAP-ba bekerül az új lenyomat is. Nem véletlenül nem terjedt el az, hogy jelszó helyett mindenki új lenyomatot használjon, vagy iriszkenner. Persze tudják a telefonok az iriszkennert, meg az új lenyomatot, de nem az a jó megoldás hosszú távon, hogy a jelszavak helyett majd mindenki új lenyomatozza. Mert ha jelszó kiszivárog, és ilyenek vannak, akkor a jelszavakat meg lehet változtatni. Ha az új lenyomatot kiszivárog, azt nem tud megváltoztatni. Na, ez csak zárójel, bocsánat. Ez a paranoia magas fok. Ez nem paranoia, de nem, pont ez a lényeg, hogy ez nem paranoia. Oké. Oké, Áron, és láttam ezt a lemondó izét. Okay. Jól van, persze nem lapos a föld, vagy mi? Minden vagy, minden rendben van, Áron. Beszéltünk, hallottad-e már azt a mondást, hogy hallottad-e hírben azt, hogy látom Oroszországot a házamból? Nem. Mondta valaki. Nagyon jó, akkor nem ismered. Nem ismerem. Nagyon jó. Tehát az történt, hogy Sarah Palin, a republikánusnak alelnök jelöltje 2008-ban folyamatosan nyilatkozott külpolitikáról, amihez viszont nem annyira értett. Ő az alaszkai kormányzó igen, volt? Igen, ő a... Őről, amint teztek valami sorozatot is. Igen. Tehát, és a kampányidőszakban az EBC News-nak nyilatkozott, ahol arról kérdezték, hogy értené meg, hogy milyen problémái vannak az USA-nak, hisz az otthon az közelebb van az oroszokhoz. Oké. Mint egy másik amerikai államhoz. Hogy maradjunk a populizmusnál és a demagógiánál? Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg a riporter sem volt kispályás, és elmondta, hogy mi az álláspontja, és azt mondta, hogy az oroszok a szomszédaink, Oroszországot szabad szemmel valóban látni lehet az alaszkai területről, de azt mondta, látom Oroszországot a házamból. Hogy mondott te ilyet? Igen. Én szerintem mondott, tehát én elhiszem, miközben nem igaz. Tehát, hogy nem látható, mert ennél azért szélesebb a Barents-tenger, hogy ott látni lehessen. Egyébként közötte van két sziget, ami nagyon izgalmas. Barents-tenger közepén van két baromi kicsi sziget, és a kettő között egy nagyon pici szoros van, ott rendre ilyen, ott valami hírig is van ott igen, közöttük. Igen, ott szoktak lenni, de szerintem Alaszkához tartozik. A sziget egyik része Alaszkához, a másik sziget viszont Oroszországhoz tartozik. Tehát, hogy... És ott szoktak néha összecsapni Igor meg... Hát, összecsapni nem, de hogy ott... Meg hogy ha átlép, akkor rögtön másik, ugye másik időzóna, igen, és akkor rögtön másik zés. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas hely, és a kettő között azért van, nem tudom, 30 kilométer, szóval tehát nem látszódik Alaszkából szerintem Oroszország. Bár, várjál. Hát most majd, most magyarázom, hogy a két sziget egymás mellett van, és ez egyik sziget az Na, okay. És az egyik Oroszország? Igen, lehet látni, tehát Alaszkából lehet látni Oroszországot, de Sarah Palin nem láthatja Oroszországot, mert hát ő nyilván Anchorage-be vagy, nem tudom, hol van neki a háza. Ez az én válaszom. De mondta, viszont szerintem mondta. Oké. Okay. Tehát hülyeséget mondott, na csak ezt akarom mondani. Oké, okay. Na. Tina Fey nevű komikus volt az, aki ezt a mondatot kikarik.
kírozva mondta el, és ez annyira jól sikerült, hogy azóta is az emberek azt gondolják, hogy ezt Pelin mondta, és viszont ezen interjúk hatására, mert nem ez volt az egyetlen ilyen agymenése, Palin effektus néven politikába lett egy új kifejezés, ami azt jelenti, hogy nem tudja megfelelően kezelni a helyzetet, és kibeszélni magát. Tehát akkor, amikor a Kamala Harris állítólag nem olyan talpra esett az újságírókkal, igen, és ezért nem ad. És... ettől félnek, ettől a Palin effektustól félnek, hogy nem lesz jó az újságíróknál, és nem tudja magát kibeszélni. Igen, és nem tudja kibeszélni, nem tudja kezelni a helyzetet, és csökkennek az esélyei. És mi az igaz? Tehát látható-e egyébként az ő házából? De utána néztél, hogy hol lakik? Nem néztem utána, hogy hol, de nem látható, mert egy kis sziget, kizárólag a szigetről látható, és ő nem a szigeten. Mert hogy az a két sziget, én úgy tudom, hogy lakatlan. Akarsz még egyet Mahatma Gandhival? Nem, majd legközelebb. Jó, akkor a legközelebb is én viszem. És hoztál -e új podcast? Én hoztam egyet. A podcast fenomén. Én hoztam, mondjam én. Mm. Te nem hoztál. De, van nekem is van. Képzeljétek el, van egy olyan podcast, hogy Kihalni veszélyes. Nyilván ilyen klímaváltozás, ilyesmikről szól. És én egy ideje fel vagyok rá iratkozott, de nem volt új adás az elmúlt, nem tudom, fél évben. És egyszer csak bejött egy új adás, úgyhogy belehallgattam, mert én a korábbi évadokat nem hallottam. És nagyon izgalmas dolgot csinálnak. A komplett podcastot odaadták egy másik csapatnak, hogy ebbe az évadban ők fogják készíteni a Kihalni veszélyes podcastjait. Mi odaadnánk valakinek a saját podcastot? Hát igen, mert most... hogy akkor kicsit unjuk, és akkor csinálja más cíjt, hát igen, vagy bármi. Vagy hasonló koncepcióval, de más ízét, tehát hogy valahogy. És a Kiutak podcast most ez a nevük ebben az évadban. Tehát a Kihalni veszélyes. Nem, mert az jó. Én podcast lejátszóban nem változott meg, de hogy az a lényeg, igen, hogy a kiutak.hu csapata készíti, és a Kiutak, szóval ugye van ez a klímapara. Mivel mindig ijesztegetsz engem. Igen, egymást szoktuk ijesztgetni, meg már több adást csináltunk a klímaváltozással kapcsolatban, aminek a végén én rendre elmondom minden hallgatóinak, hogy nyilván mind meghalunk, és ez sokkal szofisztikáltabban, megalapozottabban, de ez a lényege, hogy hát itt szex lesz itt a vége itt a dolgoknak, és ők ezt nem tagadják, és nem esnek abba a hibába, hogy azt mondják, hogy majd itt a zöld átállással lehet majd mindent szuperül megoldani, mert azzal nem oldjuk meg a problémákat, hogy nem benzines autók fognak menni az utakon, hanem mindegy elektromos autó lesz, mert nem a... tehát az autókat kell csökkenteni. Minden, most ebben nem megyek bele. Igen. Szóval nem, hanem ők egy olyan közösség, de tudományos közösség, nem tudom, tehát hogy egy olyan társaság, akik több mint 120 olyan megvalósítható ötletet gyűjtöttek össze, hogy te, aki egyébként gondolsz a jövőre, hogyan, miket tehetsz meg. És ebben vannak ilyen tök kezdő dolgok, nem kell rögtön nagy dolgot szervezni, megcsinálni, és erről a kiutak.hu-ról csinálnak egy egész évadot, kifejezetten azzal a célról, hogy ne legyen senki pesszimista, de ne gondoljuk azt, hogy anélkül megváltoztatnánk az életformánkat, lehetne bármit is csinálni, de a kettő között igenis van szerintük egy út, na erről szól ez a podcast. Az első adásuk nagyon érdekes volt, a nevezük alapítónak. Takács Sánta Andrással volt egy interjú, és tökre érdemes meghallgatni már ezt a nyitó podcastjukat is. Nem sötétzöldek, nem klímahisztizők, nem mind meghalunk, hanem tökre gyakorlati, de azért nagyon jó szemlélettel próbálnak hát valami kiutat mutatni, hogy mit lehet egy ilyen helyzetben kezdeni nekünk. Miközben nem tagadják el azokat a dolgokat, hogy azért, mert a kupak most már hozzá van ragasztva, vagy hát hozzá van erősítve a... tudom, a nagyon idegesítő. Mihez? Tehát a butellához, vagy de hogy igen, mondjam. Igen. Ettől még nem lesz megmentve a Föld, meg a klímaváltozás nem lesz megállítva. Tehát, hogy pont nem az ilyen megoldásokról szól ez a podcast, illetve a kiutak.hu, szóval én ezt hoztam, tökre ajánlom. Jól van, én pedig egy podcastot hoztam, ami a YouTube-on van, szóval én nem szerettem ott hallgatni a dolgokat, én szeretem ott hallgatni. Mi van? Te szereted? Nem, csak ugye ilyenkor mindig az van, hogy azt mondom, hogy ha nincs RSS linkük, akkor nem podcast, akkor az egy YouTube műsor. Nem tudom, hogy micsodának definiálná, tehát a Magyar Hang elindított egy új műsort, podcastot, adást,
információ áramoltatást a hangon keresztül. Az éterben. Az éterben, aminek az a címe, hogy mindenki függő, és eddig már levadáztak, vagy hogy mondjam, két színészt. Az első, az Molnár Gusztáv volt, akinek szerintem a történetét sokan ismerik. Ő rehabon is volt, alkoholista volt, rehabon is volt, kijött, és utána megint rossz állapotba került, és az eléggé a bulvár sajtó közelről figyelte, és szerintem elég elítélhető módon olyan állapotba. Jaj, tudom, tudom, és ő most megjelent ott benne, vagy szó volt vele interjú, tényleg? Volt, igen, tehát hogy volt, ez volt az első adás, és pedig most pedig a Simon Kornélnak volt egy ilyen nagy őszintei, tehát hogy elmesélte a történetét, hogy neki milyen a viszonya az alkohollal, meg egyéb tudatmódosítókkal. És szerintem ez abban az országban, ahol mondjuk van 1 millió alkoholista, és nem tudom, hogy mennyi drogfüggő, de biztos ez a szám is nagyon nagy, az egy baromi erős dolog, hogyha megszólalnak olyan emberek, akik ebben szenvednek, vagy ennek áldozatai, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de celebek, vagy celebritások, vagy ismert emberek, mert hogy ez egy baromi nehéz téma, és nagyon-nagyon sok családot tesz tönkre. Úgyhogy hogy én minden ilyet nagyon üdvözlök, aki ezt hajlandó felvállalni, mert hát azt valljuk be, hogy azért kevesen állnak ki, és mondják azt, hogy figyelj, én alkoholista vagyok, még akkor is, hogyha az alkoholizmusnak a meghatározás az, tehát hogyha ha minden nap iszol, akkor az vagy, még igen. Akkor is, hogyha minden nap csak egy pohárból ez iszol, így van. Amire, vagy sört, vagy bármit, nem rövidített, annak ellenére, hogy te azt gondolod, hogy nem vagy az, hisz hát nem merev részekre iszod magad, és vered meg az asszonyt, vagy a kutyát, vagy a gyereket, vagy ne általánosítsuk a férjedet. Magyar Péteredet? Bárkit, igen, akit úgy gondolsz. Na mindegy, szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos téma, és nagyon szeretném, ha ez még sokáig menne, mert hogy minél több hang van erről, meg minél jobban felerősödik, annál talán el lehet érni valamit ebbe a dologban. Én nem tudtam, hogy ki ez a Molnár Gusztáv. Kiderült azért, mert hogy én a Barátok között néztem annak idején, nem pedig a Jóban Rosszban. Ő Jóban Rosszban volt benne, nem? Arra annak a színésze volt. Arra néztem, hogy nem tudom. Nem, a Barátok közben nem volt, mert ott kezdtem a karrieremet. Igen, tehát és ott nem volt. És azt hiszem határon túli színész, ennyit tudok róla. Én komolyan szegénynek, tényleg csak az alkoholizmusáról olvastam az utóbbi. Na ez az, hogy én sem ismertem. Csak azért hozom ide, mert hogy a másik podcast, amiben most vagyok, a Parallaxis podcast, azt egy olyan, tehát annak a főszerkesztője, ha akkor hangozzon a neve, őt Horváth Ádám Tamásnak hívják, ő nagyon fölbassza az agyát azon, hogy lefotózták így, hogy mit művel a média ezzel a színésszel, miközben tök nyilvánvalóan beteg, segítségre szoruló, és ezt nem így kéne kezelni, és ő rögtön... Tehát lehozta, nem tudom... Melyik, a Blik hozta le szerintem. Le, amint kvázi öntudatlan állapotban, vagy de nagyon rossz állapotban. Corvin közben, ott Corvin fetreng, szóval, tényleg rossz állapotban. Nem szeretem. Úgy, hogy oda volt írva, hogy olvasói feltétel jár a 10 000 forint, tehát kb. Ezzel a felütése. Tényleg nekem is a bennem kifordul, csak én, nekem ezek így... Egyébként tényleg valószínűleg az olvasó küldte be, nem a Blik. Lehet, de... Na mindegy, és akkor az Ádám rögtön összeszervezett egy rendkívüli Parallaxis adást, ahol egy debreceni, azt hiszem debreceni, vagy szegedi? Nem, szegedi média szociológussal, meg még egy Parallaxisos szerkesztővel hárman beszélgettek arról, hogy hol van a média felelőssége, ez beleszámít-e egy közszereplőnek a nyilvános életébe, vagy nem. Spoiler alert, nem. Tehát, hogyha valaki közszereplő, akkor se lehet lefotózni ilyen állapotban, is lehet közszemlére tenni. Tehát, hogy ezt járták végig, amit szemlézett a média egy, írtak róla hosszú cikket, emiatt a podcastozás miatt, és utána pedig mások is ezzel elkezdtek foglalkozni, tehát hogy hadd reklámozzam akkor a Parallaxisnak azt az adását, hogy augusztusban volt ez, amikor augusztus elején, akkor rögtön, hadd mondjam így, mi csináltunk a Parallaxisban erről egy rendkívüli adást. Tényleg az történt, hogy nagyon fölháborodott a Horváth Ádám Tamás, aki azért érdekes, mert ő nagyon sokat dolgozott régebben a bulvárban, tehát ő egyébként ismeri ezeket az embereket, akik ott dolgoznak ezekben a De valószínűleg pont ezért vannak ebben kapcsolatban morális agályai, hogy ezt miért lehet megengedni. Tehát, hogy azt látod, gondolom, egy csomó szerkesztőnek meg nincs morális agálya. És a szerkesztő szeretné egyébként látni, nem tudom, a unokatestvérét, férjét, feleségét, nem tudom.
tudom, ja. Két legjobb barátját ír állapotban. Tehát szerintem azért a médiának ebben baromi nagy felelőssége abszolút, van. Túlhúzzuk meg ezt a határt, hogy elmegyünk az angol tabloidok szintjére, akik aztán ugye levadásznak mindent, amit lehet, és lehallgatják a telefonokat. Na jó, azt hiszem, hogy most ennyi fért ebbe a kérdőre. Ennyi fért, de most lesz zenénk. Képzeld el, Anitától, ezt így kell mondani, legalábbis én ezt a usernevet láttam, és nem tudom az igazi nevét. Anita versét megzenésítette a Szunóval, vagyis megszunózta. Ez most már van ilyen magyar szó. Ujjúj! Megszunózta a saját versét, fogadjátok szeretettel, Anitától elkértük, tehát tök jogszerűen játsszuk le. Viszont AI zene. Oké. Okay. Na, legközelebb remélem, hogy többen leszünk. Nem tudom, milyen adással készülünk. Szerintem valami vendégessel kéne a városban. Hamarosan visszatérünk. Sziasztok! Sziasztok! Megakad a tokukban az orosz rutin. Legyen inkább orosz a rulett. Nemzetiként locsanthatod szét a fejed. Tartod szét a fejed!